Edárd Magam vérasztottam mellette mondta Szerbárisztán szelmi. A szekér hátuljában lévő holttestet nézték. Senki sem volt itt vele azt mondják, az anyja valahol a völgyben él. Az ifjú lovag olyan volt a sápad hajnali fényben, mintha aludna. Nem volt jó képű, de a halál elsimította durva arcvonásait a csendes növérek pedig legjobb ruhájába öltöztették, a roncsolást pedig, amit a láncsa okozott a torkán, magas gallérral fették el. Eddard Stark az arcát nézte, és azon tűnődött, vajon az ő tiszteletére halte meg a fiú. A lenészterek zászlóvivője gyilkolta meg, mielőtt beszélhetett volna vele. Ez vajon véletlen volt? Attól tartott, sohasem tudja meg. Hugh négy éven át volt John Arin fegyverhordozója, folytatta Szelmi. A király azelőtt ütött a lovaggá John emlékére, hogy éjszakra ment volna. A fiú nagyon akarta, de attól félek, nem állt készen. Ned rosszul aludt az éjjel, és a fáradtságtól évekkel idősebbnek érezte magát. Soha egyikünk sem áll készen, szólalt meg. A lovagságra? a halálra. Ned gyengéden betakarta a fiút a köpenyével, egy véráztatta kék ruhadarabbal, amit félholdak szegélyeztek. Amikor majd az anyja megkérdezi, miért halt meg a fia, gondolta keserűen, azt fogják mondani neki, hogy a király segítője Eddard Stark tiszteletére küzdött. Erre nem lett volna szükség, a háborúnak nem lenne szabad játékká válnia. Ned a szekér mellett álló, szürke burkolózó asszonyhoz fordult, akinek a szeme kivételével az egész arcából semmi sem látszott. A csendes nővérek készítették elő a halottakat a sírhoz, és rosszat jelentett a halál arcába nézni. Küldjétek haza a páncélját a völgybe! Az anyja bizonyára szeretné megtartani. Egy jó ezüstötér mondta Szerbáriszten. A fiú kifejezetten a tornára kovácsoltatta. Egyszerű munka, de jó. Nem tudom, teljesen kifizette-e a kovácsot. Tegnap kifizette, uram, és drága árat adott érte. Feleltened. A csendes nővérhez pedig így szólt: Küldjétek el a páncélt az anyjának, én majd elintézem azt a kovácsot. A nő meghajtotta a fejét. Szerberisten ezután elkísérte a király pavilonjához. A tábor mozgulódni kezdett. Kövérhurkák sisteregtek és köpködtek a tűzhelyek felett, fokhagyma és bors illatával töltve meg a levegőt. Éfjú fegyverhordozók siettek a dolgukra, ahogy a gazdáik ásítozva és nyújtózkodva ébredeztek, hogy köszöntsék az előttük álló napot. Egy szolgáló hóna alatt egy libával térdet hajtott, amikor megpillantotta őket. Uraim! – motyogta, miközben a liba gágogott, és az ujját csipkedte. A sátra kelé kiállított pajzsok a lakókat jelezték. Tengerszem ezüst sasa, fülemüléi, a redványok szőlőfürtje, csékos vatkan, vörös ökör, égőfa, fehérkos, hármaspirál, bíbor egyszarvú, szarvú, táncoló szűz, fekete vipera, ikertornyok, füles bagoly, s végül a királyi testőrség tiszta fehér címere, amely fény lett, mint a hajnal. A király ma küzdeni akar a közelharcban, mondta Berészten, miközben elhaladtak Szermerin pajzsa előtt. A festést mélyvágás vágás ahol Lorász Tirellán felhasította a fát, amikor kivetette a lovagot a nyerekből. Igen, sóhajtott ned komoran. Jori felébresztette a múlt éjjel, hogy elmondja neki a hírt. Nem csoda, hogy olyan rosszul aludt. Szer Beriszten gonterheltnek látszott. Azt mondják, az éjszaka virágai hajnalban elhervadnak, a bor gyermekeit pedig gyakran kitagadják a reggel fényében. Így mondják, bolintott Ned. De ez nem igaz Robertre. Más ember talán átgondolná, amit részek hősködésében mondott, de Robert Baratheon emlékszik rá, és mivel emlékszik, sohasem fog meghátrálni. A király pavilonja a folyó közelében állt, és a víz felől érkező hajnali párafelhők szürke lepelbe vonták. Az egész aranyozott sejemből készült, és a legnagyobb és legpompázatosabb építmény volt az egész táborban. A bejárat mellett Robert pöröje állt egy hatalmas vaspajzs mellett, amelyet a Baratheon ház koronás szarvasa díszített. Ned remélte, hogy a királyt még mindig mély, borgőzös álomban találja, de nem volt szerencséje. Robert éppen sört egy csiszolt ivószarúból, és két fiatal fegyverhordozójára zúdította a haragját, akik a páncélját próbálták ráerőszakolni. Felség! rebegte az egyik, majdnem sírva. – Túl kicsi, nem fog rád menni! Elügyetlenkedte, és a nyakvédő, amelyet Robert vastag nyaka köré próbált illeszteni, a földre hullott. – Hét pokol! – szitkozódott Robert. – Nekem kell talán megcsinálnom! – Isten verte két balkezes banda, vedd fel! Ne állj ott a szádat tártva lánccel, hanem vedd fel! A legény ugrott, a király pedig észrevette a látogatóit: Nézd meg ezeket a folyankókat, Ned! A feleségem ragaszkodott hozzá, hogy ezt a kettőt fogadjam segédnek. Ők pedig még a használhatatlannál is rosszabbak. Még egy páncélt sem képesek rendesen feladni az emberre, és fegyverhordozónak mondják magukat. Szerintem sejembe bújtatott disznópásztorok. Nednek elég volt egy pillantás, hogy felmérje a nehézségeket. Nem a fiúk a hibásak mondta a királynak. Túl kövér vagy a páncélodhoz, Robert. Robert Baratheon nagyot húzott a sörből, a kiürült szarut az ágyneműjére hajította, keze fejével megtörölte a száját, és sötéten így szólt. Kövér? Kövér, ugye? Hát így beszélsz a királyoddal? Hirtelen elheverte magát. Ó, oh, a fene vigyen elned! Miért van neked mindig igazod? A segédek nyugtalanul motyogtak, míg végül a király odafordult hozzájuk. – Ti! – Igen, ti ketten! – Hallottátok a segítőt! – A király túl kövér a páncéljához! – Fussatok, keresétek meg Santa szántagárt, mondjátok meg neki, hogy szükségem van melvért nyújtóra! – Most! Mire vártok? – a legények egymáson keresztül bugdácsolva igyekeztek kifelé a sátorból. Robertnek sikerült megőrizni a szigorúságát, míg el nem mentek. Akkor visszazuhant a székébe, és rászkódott a nevetéstől. Szer Barisztán Szelmi vele együtt kuncogott. Még Eddard Starknak is sikerült elmosolyodnia, azonban, mint mindig, a sötét gondolatok most is előtolultak. Akaratán kívül is végigmérte a két fegyverhordozót. Jó képű fiúk, Szűkék és jókötésűek. Az egyikük szanszakora beli lehetett, és hosszú aranyfűtjei voltak. A másik talán tizenöt, homokszínű hajjal, lehelet finom bajuszkával, és a királynés marakzöld szemeivel. <laughs> – Bárcsak ott lehetnék, és láthatnám Szantagár képét – sóhajtott Robert. – Remélem, lesz annyi elmészség benne, hogy valaki máshoz küldje őket – egész nap rohangálniuk kell majd. Azok a fiúk? kérdezte Ned. Lenniszterek? Robert bólintott, és a könnyeit törülgette. Unokatestvérek. testvérek, Lord Tywin fivérének a fiai. Az egyik halott fivéré. Bár most, hogy belegondolok, lehet, hogy az élőé. Nem emlékszem. A feleségem családja nagyon nagy, Ned. Nagyon becsvágyó, gondolta Ned, semmi kifogása nem volt a fegyverhordozók ellen, de zavarta, hogy Robertet éjjel-nappal a királyné rokonainak gyűrűjében látja. A leniszterek étvágya a címek és tisztségek iránt úgy látszik nem ismer határokat. Azt beszélik, hogy te és a királyné tegnap éjjel dühös szavakat váltottatok. A vigyor Robert arcára fagyott. Az asszony megpróbálta megtiltani nekem, hogy részt vegyek a kézitusában – most a kastélyban duzzok, hogy a fene vinné el. A hugod sohasem szígyenített volna meg így. Te nem ismerted úgy Liannát, mint én, Robert, mondta nekined. Láttad a szépségét, de nem láttad a vasad alatta. Ő megmondta volna neked, hogy semmi keresni valód a küzdőtéren. Te is ezt mondod. A király összeráncolta a homlokát. Savanyú fickó vagy, Stark. Túl sokáig éltél éjszakon, az összes nedv megfagyott benned. Nos, az enyémek még folydogálnak. Bizonyításképpen a mellére csapott. Te vagy a király, figyelmeztettened. Ráülök arra a rohadt vasszékre, ha muszáj. Ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan vágyaim, mint a többi embernek. Hébe, hóba egy kis bor, egy sikítózó leányzó az ágyban, egy ló a lábaim közé. Hét pokolned, meg akarok ütni valakit. Szer Barisztán szelmi szólalt meg. Felség, mondta. Nem helyes, ha a király részt vesz a harcban. Nem volna igazságos a küzdelem. Ki merne megütni téged? Robert ezen úgy tűnt, komolyan meglepődik. Hát mindegyik a francba, ha tudnak. És az utolsó, aki állva marad. Te leszel, fejezte be helyette Ned. Rögtön látta, hogy számi célba talált. A kézitusa veszélyei csak még jobban feltűzelték Robertet, ez azonban a büszkeségét érintette. Szer Beristennek igaza van. Nincs férfi a hét királyságban, aki a haragotat kockáztatná azzal, hogy megüt. A király felállt, az arca vörös volt. Azt akarod mondani, hogy azok a gyávanyulak hagynának győzni? Biztos vagyok benne, mondta Ned. Szerberisztán Szelmi pedig meghajtotta a fejét, egyetértése jeléül. Egy percig Robert olyan dühös volt, hogy megszólalni sem tudott. Végigment a sátron, megpördült, visszajött. Az arca sötét volt, és dühös. Felkapta a melvértjét a földről, és szótlan haragjában Beriszten Szelmihez vágta. Szelmi félreugrott. – Kifelé! – mondta hidegen a király. – Tűnj innen, mielőtt megöllek! Szer Beriszten gyorsan kiment. Ned éppen utána indult volna, amikor a király rászólt. – Ned! – Te nem! – Ned visszafordult. Robert újra felemelte a szarut. Megtöltötte sörrel a sarokban álló hordóból, és Ned felé tartotta. – Így Nem vagyok szomjas. – Így áll! A királyot parancsolja! Ned elvette a szarut, és ivott. A sör sűrű volt, fekete, és olyan erős, hogy szúrta a szemét. Robert megint leült. A fene vigyen, Ned Stark! Téged és John Arint! Mindkettőtöket szerettelek! Mit tettetek velem? Neked kellett volna a királynak lenned. Neked vagy Jonnak. A te követelésed volt a jogos felség. Azt mondtam, hogy így áll, nem az, hogy vitatkozz. Te tettél királyá, legalább annyi udvariasságot tanúsíthatnál, hogy végighallgatod, amit mondani akarok a rohadt életbe. Nézd rám, Ned! Nézd meg, mit tett velem a királykodás! Az istenekre túl kövér vagyok a páncélomhoz! Hogy juthattam el idáig? Robert, így áll és maradj csendben! A királyod beszél! Esküszöm neked, sohasem éreztem magam annyira élőnek, mint mikor ezért a trónért küzdöttem, és annyira halottnak, mint amióta megszereztem. Szerszáj pedig... Ő érte John Arinnak tartozom köszönettel. <laughs> Nem akartam megházasodni, miután Lionnát elvették tőlem. De John azt mondta, hogy az országnak örökösre van szüksége. Szerszaj -szer Lannister jó választás lenne, mondta nekem, mert hozzám kötné Lord tywin ha netán Viserys egyszer megpróbálná visszaszerezni az apja trónját. Megrázta a fejét. Szerettem az öreget, esküszöm, de most azt gondolom, hogy nagyobb bolond volt, mint a holt Ó, igaz, hogy ránézése szerszely valóban gyönyörű, de hideg. Ahogy őrzi a pináját, azt hinni az ember, hogy egy minden aranya ott van a lába között. Ad ide azt a sört, ha nem iszol belőle. Elvette a szarut. Meghúzta, böfögött, és megtörülte a száját. Sajnálom, ami a lányoddal történt, Ned. Igazán. A farkasra gondolok. A fiam hazudott, a nyakamat teszem rá. Fiam, te szereted a gyerekeidet, ugye? Tiszta a szívemből. Feleltened. Hadd áruljak el neked egy titkot, Ned. Már nem egyszer álmodoztam arról, hogy leteszem a koronát. Elhajózok a szabadvárosok felé a lovammal, meg a pörölyömmel, és harccal, meg kurvázással töltöm el az időmet. Arra születtem. A zsoldos király! Hogy szeretnének a dalnokok? Tudod, migától meg benne? Az, hogy elképzelem Jofrit a trónon, amint szerszely mögötte áll és a fülébe suttog. A fiam! Hogy csinálhattam ilyen fiút, Ned? Csak egy kis fiú még, mondta Ned esetlenül. Kevéssé szerette Jofri herceget. De hallotta a fájdalmat Robert hangjában. Elfelejtette talán te, milyen vad voltál az ő korában? Nem zavarna, ha a fiú vad volna Ned, te nem ismered úgy, ahogy én. Sóhajtott, és megrázta a fejét. Uh, lehet, hogy igazad van. Johnny is sokat aggódott miattam, mégis jó király vált belőlem. Robert Nedre pillantott. És összeráncolta a homlokát a hallgatása miatt. Tudod, most beszélhetsz, és egyetérthetsz velem Felség, kezdte Ned óvatosan Robert Ned hátára csapott gyerünk, mondd, hogy jobb király vagyok, mint Éris volt, és fejezzük be! Te sohasem hazudnál a szeretet vagy a becsület miatt, Ned Stark! Még mindig fiatal vagyok, és most, hogy itt vagy velem, minden másképp lesz. Olyan korrá tesszük az uralmamat, amiről énekelnek majd, a leniszterek pedig menjenek a hét pokolba. Szalonna illatot érzek. Mit gondolsz, ki lesz ma a bajnokunk? Láttad Mésztirel fiát? Viráglovagnak nevezik. Tessék, itt egy fiú, akire bárki büszke lenne. A legutóbbi viadalon az aranylóseggére ejtette a királygyilkost. <laughs> Csak láttad volna a kifejezést szerszaj arcán. Úgy röhögtem, hogy megfájdult az oldalam. Renni azt mondja, van egy huga, egy tizennégy éves leányzó, aki szép, mint a hajnal. Fekete kenyeret reggeliztek, főtt tojással és hagymával, meg szalonnával sütött halat a folyóparton felállított asztalnál. A király búskomorsága a reggeli párával együtt elszállt, és Robert rövidesen egy narancsot rákcsált, és egy régi reggelről ábrándozott a sasfészekben, amikor még kisfiúk voltak. Mm, – Johnnak egy hordó narancsot, emlékszel? – Csak hogy a gyümölcsök megrohadtak, úgyhogy én az enyémet átdobtam az asztalon, és egyenesen orba találtam vele Dexet. – Tudod, Bradford himlőhelyes fegyverhordozóját! – ő visszadobta, és mielőtt John akár elfinkhatta volna magát, narancsok röpködtek mindenfelé a nagy teremben. Hangosan hahotázott, és még ned is elmosolyodott az emléken. Ez volt a fiú, akivel együtt nőtt fel, gondolta. Ez volt az a Robert Baratheon, akit ismert és szeretett. Ha be tudná bizonyítani, hogy a Leniszterek állnak a Bren elleni támadás mögött, be tudná bizonyítani, hogy ők gyilkolták meg John Arint, ez az ember meghallgatná, akkor szerszeg elbukna, s vele együtt a királygyilkos is, ha pedig Lord Tywin hadba merészelné küldeni nyugatot, Robert úgy zúzná szét, ahogy Régár Targaryen szétzúzta a három folyónál. Tisztán látta az egészet. Az aznap reggeli jobban esett, mint bármi, amit Eddard Stark hosszú ideje evett, utána pedig könnyebb volt mosolyognia és gyakrabban meg is tette, egészen addig, míg a torna folytatódni nem kezdett. Ned a királyjal sétált a küzdőtérhez. Megígérte, hogy a végső összecsapást szonszával fogja megnézni. Szepta Mordén beteg volt, lánya pedig semmiképpen sem szeretett volna lemaradni a bajvívás végéről. Amikor a helyére kísérte Robertet, felfigyelt rá, hogy Szerszely Lannister nem jelent meg, a király melletti hely üres maradt. Ez is reménykedésre adott okot Nednek. Arra felé tolakodott, ahol a lánya ült, és meg is találta, éppen amint a kürtök megszólaltak a nap első összecsapását jelezve. Szanszát annyira lekötötte a játék, hogy alig vette észre a felbukkanását. Szendor Kligén a vérebb jelent meg elsőként. Oliva zöld köpönyeget viselt, korom fekete páncélja fölött kutyafejű sisakja mellett ez volt az egyetlen engedmény, amit a díszeknek tett. – Száz arany sárkányt a királyölőre! – jelentette be kis új fennhangon, amikor Jamie Lannister a küzdőtérre lépett, elegáns, teli vércsataménnyél. A lovon aranyjal futtatott, páncélozott takaró volt, Jamie pedig tetőtől talpig csillogott. Még a lándzsája is a nyárszigetek aranyfájából készült. Tartom! kiáltotta vissza Lord Renly. A vérebb igencsak éhesnek látszik ma reggel. Még az éhes kutyáknak is több eszük van sem, hogy megharapnák a kezelt, amely eteti őket, jegyezte meg kis új szárazon. Szendor Kligén jól hallható csattanással lejtette le a sisakrostéját, és elfoglalta a pozícióját. Szerzsémi csúkot dobott valami leánynak a köznép gyengéden lehajtotta a rostéját, és a pálya végéhez léptetett. Mindketten előreztegezték a lándzsájukat. Ned Stark semminek sem örült volna annyira, mintha mindketten veszítenek. Sansa azonban nedves szemmel, és izgatottan bámulta a csatát. A sietve összetákott galéria megremegett, ahogy a lovak vágtatni kezdtek. A vérebb előrehajolt a nyerekben, lándzsája mereven előre mutatott. Jamie azonban ügyesen ülést váltott az összecsapás előtti utolsó pillanatban. Kligény fegyverének hegye ártalmatlanul fordult az oroszlán címeres pajzs felé. Az övé azonban telibe talált. csend, a vérebb megingott, és küzdködve próbálta visszanyerni az egyensúlyát. Sansa visszafojtotta a lélegzetét. A nézőtérről szaggatott kiáltások hallatszottak. Még nem tudom, mire fogom elkölteni a pénzet, kiáltott le kis új Lord Renlynek. A vérebnek éppen csak sikerült nyerekben maradnia. Keményen megfordította a lovát, és visszavágtatott a kiinduló ponthoz az újabb csörtére. Jamie Lannister elhajította a törött láncsát, és újat ragadott. Közben tréfálkozott egyet a fegyverhordozójával. A vérebb gyorsvágtában lendült előre, Lannister elindult, hogy fogadja. Ezúttal, amikor Jamie pozíciót váltott, Sandor kligén is követte. Mindkét láncsa darabokra tört, és mire a szilánkok lehullottak, egy lovas nélküli telivér ügetettel füvet keresve, miközben szer Jamie Lannister a porban hempergett, behorpat aranypáncéljában. Sansa felkiáltott. Tudtam, hogy a véreb fog győzni! Kisúly meghallotta. Ha azt is tudod, kinyeri a második viadalt, beszélj most, mielőtt Lord Renly teljesen megkopaszt! kiáltott oda neki. Ned elmosolyodott. Kár, hogy az ördögfióka nincs itt velünk, jegyezte meg Lord Renly. Kétszer ennyit nyertem volna. Jamie Lannister lábra állt, de díszes oroszlán sisakja kicsavarodott és behorpadt az esés következtében, s most nem tudta levenni. A köznép füttyögött és mutogatott, az urak és hölgyek próbálták elfolytani a kuncogást. Sikertelenül, és mindezek felett Ned meghallotta Robert király hangos hahotáját, amely minden más hangot túlszárnyalt. Végül kénytelenek voltak Lennister vak és botladozó oroszlányát elvezetni egy kovácsmesterhez addigra Sir Gregor Kligén elfoglalta a helyét a küzdőtér végén. Hatalmas termetű volt, a legnagyobb ember, akit Eddard Stark valaha látott. Robert Baratheon és Fivirei is mind jól megtermett férfiak voltak, akár csak a vérebb, és volt deresben egy hodor nevű együgyű lovászlegény, aki mellett mind eltörpültek, de a lovag akit lovaglóhegynek neveztek, még hodornak is fölé betornyosult volna. Jóval magasabb volt hét lábnál, közel járt a nyolchoz. Hatalmas vállai voltak, és olyan vastag karjai, mint egy kisebb fa törzse. Csatalova apró póninak látszott, páncélozott lábai közt. A kezében lévő lándzsa pedig leginkább egy seprűnyélhez hasonlított. Öcsével ellentétben Szer Gregor nem az udvarban élt. Magányos ember volt, aki nem igen mozdult ki a birtokairól, csak háború és lovagi torna alkalmából. Lord Tywinnal volt, amikor királyvár elesett. Tizenhét éves, frissen felkent lovag volt, de már akkor kitűnt méretével és mindent elsöprő erejével. Azt mondják, ő csapta a csecsemő herceg, Egon Targaryen ilyen fejét a falhoz, és néhányan suttogták, hogy utána megerőszakolta az anyját, Élia, Dorni hercegnőt, mielőtt kardérre hányta. Ezek a dolgok nem hangzottak el Gregor jelenlétében. Ned Stark nem emlékezett rá, hogy valaha is beszélt volna ezzel az emberrel, bár Gregor velük lovagolt Bélon lázadása idején, az ezernyi lovag egyikeként nyugtalanul figyelte. Ned ritkán adott hitelt a plegykáknak, de a dolgok, amik egyszer Gregorról terjesztettek, legalábbis baljóslatúak voltak. Most készült harmadik házasságára, és sötét híresztelések keringtek első két felesége haláláról. Azt mondják, a vár a komor hely, ahol szolgálók tűnnek el nyomtalanul, és még a kutyák sem mernek belépni a nagy terembe. Ezen kívül ott volt a huga is, aki különös körülmények között lelte halálát. A tűz, amely eltorzította öccse arcát, és a vadász baleset, amely apja életére tett pontot. Gregor örökölte a várat, az aranyat, és a családi birtokokat. Fivére Szentdor ugyanazon a napon elment, hogy szolgálatot vállaljon a lenisztereknél, és állítólag egyszer sem tért vissza, még látogatóba sem. Amikor a viráglovag megjelent a színen, a tömeg felmorajlott, és jól hallotta Sansa izgatott suttogását is. Ó, milyen gyönyörű! Szer Loras karcsú volt, mint a nátszál. Mesésen szép, ezüstfényű páncélját olyan fényesre csiszolták, hogy szinte vakított, és összefonódó fekete szőlőindák, meg apró, kék ne felejtsek díszítették. A nézősereg neddel egy időben fedezte fel, hogy a kicsény virágok kékje valójában csillogó zafír. Ezer torok kiáltott fel ámoldozva. A palást súlyosan lógott a fiú vállán. Ez is ne felejtsekből készült. Valódi, friss virágok ezreit fonták egyetlen nehéz köpönyeggé. A paripája ugyanolyan karcsú volt, mint a gazdája. Gyönyörű szürke kanca, amely száguldásra termett. Szer Gregor óriási csődöre fújtatni kezdett, amikor megérezte a szagát. Az égi kerti fiú egy finom mozdulatot tett a lábával, s az állat peckesen oldalazni kezdett, kecsesen, mint egy táncos. Sansa megragadta a karját. Apa, ne enged, hogy Szer Gregor kárt tegyen benne! kérlelte. Ned látta, hogy a ruháján viseli a rózsát, amit Szer loráz adott neki az előző nap. Jori erről is beszélt neki. Ezek tornalándzsák magyarázta a lányának. Úgy készítik őket, hogy ütközéskor darabokra törjenek, így senki sem sérül meg. Ekkor azonban eszébe jutott a szekéren heverő halott fiú a félholdas köpenyben, és a szavak kaparták a torkát. Szer Gregornak nagy erőfeszítésébe került, hogy kordában tartsa a lovát. Az állat nyerített, a fejét rázta és a földet kapálta. A hegy dühösen belerúgott vasalt csizmájával. A ló felágaskodott, és majdnem levetette a hátáról. A viráglovag üdvözölte a királyt, a sorompó másik végéhez ügetett, megmarkolta a lándzsáját, és felkészült. Kemény küzdelem árán Szer Gregor is a pályához irányította a lovát, és akkor hirtelen elkezdődött. A hegycsata lova kemény vágtába kezdett. Vadul száguldott előre, míg a kanca olyan simán rohamozott, mint a sejem. Szer Gregor védekező tartásba lendítette a pajzsát, zsonglőrködött a láncjával és végig azon erőlködött, hogy egyenes pályán tartsa rakoncátlan hátasát. Lorasz váratlanul ott termett. Lánzsája hegyét pontosan a megfelelő pontra irányította, és egy szempillantással később a hely zuhanni kezdett olyan hatalmas volt, hogy magával rántotta a lovát is az összekavarodott acél és hús rengetegbe. Ne tapsot, újjongást, fütyöket, megdöbbent kiáltásokat és izgatott mormogást hallott, ám mindet túlszárnyalta a vérebb érdes, csíkorgó nevetése. A viráglovag megfékezte a lovát a küzdőtér végén, még a lencsája sem törött el, a zafírok megcsillantak a napfényben, ahogy mosolyogva felemelte a sisakrostéját. A nép megőrült érte. A mező közepén szer Gregor Kligéne közben kiszabadította magát, és izzó haraggal feltápászkodott. Letépte a sisakját, és a földhöz vágta. Az arca sötét volt a dütől, s haja a szemébe lógott. – A kardomat! kiáltotta a fegyverhordozójának, a fiú pedig odarohant hozzá a fegyverrel. Addigra a lónak is sikerült lábra állnia. Gregor Kligén egyetlen csapással végzett a lóval. Olyan megsemmisítő erővel sújtott le rá, hogy az állat feje félig leszakadt. Az üdvri valgás egy pillanat alatt sikoltozásba csapott át. A csődör térdre roskadt, és egy nyerítéssel kimult, Ekkor azonban Szer Gregor már öles léptekkel haladt Sir Lorestirel felé, markában véres kardjával. – Állítsátok meg! – kiáltotta Ned, de a hangját elnyomta a tömeg üvöltése. Mindenki ordítozott, Sansa pedig sírva fakadt. Minden villám gyorsan történt. A viráglovag a saját kardjáért kiáltott, amikor Szer Gregor félrelökte a fegyverhordozóját, és megragadta a lovakantárát. Az állat megérezte a vérszagát, és felágaskodott. Lorestirel éppen, hogy meg tudta őrizni az egyensúlyát. Szer Gregor meglendítette a kardját. A rettenetes, kétkezes csapás a melkasán érte a fiút, és kiütötte a nyerekből. A ló rémülten elrohant, Szer Lores pedig kábultan hevert a földön. Amikor azonban Gregor felemelte a kardját a halálos ütéshez, csikorgó hang mordult fel mögötte figyelmeztetően. – Hagyd békén! – acélkesztyűs kézrántotta el a fiútól. A hegy űrjönkve megpördült, és teljes, roppant erejével gyilkosívben meglendítette a kardot. A véreb azonban hárította a csapást, és felfogta támadója lendületét egy örökké valóságnak tűnt. A két fivér ott állt szemtől szemben, és vadul csépelték egymást, miközben a szédül Lorestirált biztonságba helyezték. Net háromszor is látta, ahogy Szergregor iszonyatos ütés céloz a kutyafejet formáló sisakra. Szendor azonban egyszer sem támadott fivére fedetlen fejére. A király hangja vetett véget a jelenetnek. A király hangja és húsz kard. John árén azt tanította nekik, hogy egy vezérnek jó harctéri hangra van szüksége, és Robert bebizonyította az állítás igazságát a három folyónál. Azt a hangot használta most is. Elég ebből az őrületből! menj dörögte. A királyotok nevében! A vérebb féltérdre ereszkedett. Szer Gregor csapása csak levegőt talált, és végre észhez tért. Eldobta a kardját, és haragosan Robertre merett, akit addigra körülvettek a testőrei, és tucatnyi más lovag és őr. Szó nélkül megfordult, és elsietett. Elviharzott Berisztán szelmi mellett. – Hagyjátok elmenni! – mondta Robert, és ezzel vége is volt. – Most a vére a bajnok? – kérdezte Nettől Sansa. – Nem – felelte a férfi lesz még egy utolsó párbaj a vérebb és a viráglovak közt. Végül is azonban Sansának lett igaza. Szer Loras néhány perc múlva egyszerű vászonruhában visszatért a küzdőtérre, és így szólt Sándor Kligényhez. Megmentetted az életemet. A nap a tiéd, szer. Nem vagyok, szer. Felelte a vérebb, de elfogadta a győzelmet, a bajnok jutalmát, és talán életében először fogadhatta a nép szeretetét is. Üdvri valgás kísérte, amint elhagyta a pályát, hogy visszatérjen a pavilonjába. Ahogy Ned szanszával az íjász versenyre kijelölt mező sétált, Kisúj, Lord Renly és még néhányan csatlakoztak hozzájuk. Tirelnek tudnia kellett, hogy a kanca üzel, mondta Kisúj. Lefogadom, hogy a fiú kitervelte az egészet, Gregor mindig is a nagy, szilaj csődöröket szerette, amelyekben több a harci kedv, mint az íz. A dolog úgy tűnt szórakoztatja. Nem szórakoztatta azonban szerberisztán szelmit. Nem sok becsület van a trükkökben, jegyezte meg az öreg ember mereven. Nem sok becsület, és húszezer arany, mosolygott Lord Renly. Aznap délután az éjász versenyt egy előre be nem jelentett, Ángúj nevű közember nyerte meg a Dornisi határvidékről. Száz lépésről legyőzte Szer Svánt és Zselabárg Zót. Miután az összes többi versenyző kiesett a rövidebb távolságok során, Ned elküldte Alint, hogy keresse meg a fiút, és ajánljon neki állást a segítő saját testőrségében, a bajnok azonban a bor és a győzelem mámorában és a nem várt gazdagság tudatában visszautasította. A kézitus a három órán át tartott, majdnem negyven férfi vett részt benne, Szabad lovasok, szegény lovagok és frissen kinevezett fegyverhordozók próbáltak dicsőséget és hírnevet szerezni maguknak. Tompa élő fegyverekkel küzdöttek, sáros és véres összevisztaságban, Kis csapatok álltak össze, majd tagjaik egymás ellen fordultak, ahogy szövetségesek jöttek létre és bomlottak fel, még végül egyetlen egy férfi maradt állva. A győztes, a vörös pap, Méri Torosz lett, egy őrült, aki leborotválta a fejét, és lángoló karddal küzdött. Már korábban is nyert közel harcot. A tűzkard megfélemlítette az ellenfél lovát, Míg magát toroszt, semmi sem félemlítette meg. A végső mérleg három törött láb, egy elrepet kulcsont, tucatnyi összezúzott új, két haldokló ló, és több vágás, ficam és zúzódás, mint sem bárki összeszámolhatta volna. Ned rettenetesen örült, hogy Robert nem vett részt a harcban. Aznap éjjel a lakomán Edard Stark sokkal derűsebben látta a jövőt, mint hosszú idő óta bármikor. Robertnek igen jó kedve volt, a lenisztereket nem látta sehol, sőt, még a lányai is jól viselkedtek. Jori lehozta Ariát, hogy csatlakozzon hozzájuk, Sansa pedig kedves volt a hugához. A torna káprázatos volt, sóhajtotta. El kellett volna jönnöd, milyen volt a táncóra? nem sajog, felelte Aria boldogan, és büszkén mutatott egy hatalmas, bíbor színű foltra a lábán. Rémes táncos lehet, jegyezte meg Sansa kétkedve. Később, mi alatt Sansa elment meghallgatni egy csapat énekest, akik a sárkányok tánca című bonyolult, egymásba fonódó balladákból álló történetet adták elő, Ned megvizsgálta a sérülést. Remélem, Forel nem bánik túl keményen veled, mondta. Aria egy lábra állt. Az utóbbi időben sokkal jobban ment neki a mutatvány. Szirió azt mondja, hogy minden sérülés lecke, és minden leckétől jobbak leszünk. Ned a homlokát ráncolta. Ez a Szirió Forel kitűnő hírnévnek örvendett, és élénk bravoszi stílusa jól illet Aria karcsú pengéjéhez. Mégis, néhány nappal ezelőtt a kislány egy fekete sejemkendővel a szemén mászkált. Szírió arra tanította éppen, hogy a fülével, az orrával és a bőrével lásson, magyarázta neki Aria. Azt megelőzően pörgéseket és hátrabukfenceket csináltatott vele. Aria, biztos vagy benne, hogy folytatni akarod ezt? Aria bólintott. Holnap macskákat fogunk. Macskákat. Ned felsóhajtott. Lehet, hogy hiba volt felfogadni ezt a bravoszit. Ha akarod, megkérem Jorit, hogy vegyen át téged. Vagy talán titokban beszérhetné szer Beristennel. korában a hét királyság legjobb kartforgatója volt. Nem akarom őket, felelte Aria. Szíriót akarom. Ned végig simította haján bármelyik tisztességes fegyvermester megtaníthatná Ariának a támadás és elhárítás alapjait, ostoba szembekötősdi, cigánykerék és egy lábon ugrálás nélkül is, de elég jól ismerte kisebbik lányát ahhoz, hogy tudja. A makacsul előreszegezett szegezett állal szemben. Nincs helye vitának. <laughs> Ahogy kívánod, mondta. Előbb-utóbb úgyis megunja majd. Próbálj meg vigyázni magadra, Megpróbálok, ígérte a kislány ünnepélyesen, és jobb lábáról elegánsan átugrott a balra. Jóval később, miután a városon át hazavitte a lányokat, s rendben ágyba dugta őket, szanszát az álmaival, Ariát pedig a sérüléseivel, Ned felment saját háló termébe a segítő tornyának tetején. Meleg nap állt mögöttük, s a szoba füllett és dohos volt, Ned az ablakhoz ment, és kinyitotta a nehéz ablaktáblát, hogy beengedje a hűvös éjszakai levegőt. A nagy udvar hátsó végében, kisúj ablakában pislákoló gyertya fényt vett észre. Már jócskán elmúlt éjfél. Oda lent a folyó mellett, csak most kezdett alább hagyni, és véget érni a dorbézolás. Elővette a tört, és tanulmányozni kezdte kisúj pengéje, amit egy fogadáson elnyert tőle Tyrion Lannister, s amit azért küldtek, hogy végezzen Brennel. Miért? Miért akarná a törpe Bren halálát? Miért akarná bárki is Bren halálát? A zsigereiben érezte, hogy a tőr, Bren halála és az egész valahogy kapcsolatban áll John meggyilkolásával, de az igazság John halálával kapcsolatban most is ugyanolyan ködös volt, mint amikor nyomozni kezdett. Lord Tennis nem tért vissza királyvárba a tornára. Lisa Erin a sasfészek magas falai mögött őrizte titkait. A fegyverhordozó halott volt, és Jory még mindig a bordélyokban kutatott. Mit tudott felmutatni Robert Vattyán kívül? Ned egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy a kovácsmester turcás legénye, a királyfia, a Bereteon vérjegyeit viselte az arcán, az állán, a szemeiben, abban a fekete hajban. Renly túl fiatal volt ahhoz, hogy egy ilyen korú fiút nemzen, Stanis pedig túlságosan hideg, büszke és becsületes. Biztos, hogy Gendry Robert gyermeke. Mégis mit tudott meg mindebből? A királynak más törvénytelen gyermekei is voltak szerteszét a hét királyságban. Az egyik fattyát, egy Brenkorabeli fiút, akinek az anyja nemes volt, nyíltan elismerte. A fiút Lord Renni várnagya nevelte vihar végen. Ned emlékezett Robert első gyermekére is. A kislánya völgyben született, amikor Robert még maga is alig volt több fiatal fiúnál gyönyörű kislány volt, viharvég ifjú ura imádta. Naponta felkereste, hogy játszon vele, még azután is, hogy elvesztette érdeklődését az anyja iránt. Gyakran nedet is magával hurcolt a társaságnak, ha akarta, ha nem. A lány most 17 vagy 18 lehet tűnődött. Idősebb, mint Robert volt, amikor nemzette. Furcsa gondolat. Szerszeg bizonyára nem örült férje félrelépéseinek, bár végül is nem igen számított, hogy a királynak egy vagy száz fatja van-e. A törvények és szokások nagyon kevés jogot adnak a törvénytelen utódoknak. Gendry, a lánya völgyben, vagy a fiú vihar végén semmi veszélyt sem jelentenek Robert törvényes gyermekeire nézve. Halk kopogtatás riasztotta fel a gondolataiból. Egy férfi szeretne beszélni veled, uram, szólt be Nem akarja megmondani a nevét. Küld be, mondta neki Ned csodálkozva. A látogató alacsony, köpcös férfi volt, sáros csizmát, vastag, durva szövésű barna köpenyt viselt, vonásait pedig csukja takarta el. Kezeit visszahúzta a köpeny hatalmas ujjaiba. Ki vagy? kérdezte Ögy Egy barát, felelte a csukjás ember különös, mély hangon. Négy szem közt kell beszélnünk, Lord Stark. A kíváncsiság erősebb volt az óvatosságnál. Hárvén, hagy magunkra, parancsolta. Miután kettesben maradtak, a látogató hátratolta a kámzsáját. Lord Varis, kiáltott fel ned megkövülten. Lord Stark, felelte Varys udvariasan, és helyet foglalt. Kérhetnék egy italt? Ned nyárbort töltött két kupába, és az egyiket oda nyújtotta Varysnak. Elmehettem volna egy lépésre melletted, és mégsem ismertelek volna fel, szólalt meg hitetlenkedve. Sejmen, bársonyon, és a legdrágább damaszton kívül sohasem látott mást az eunuhon, ez az ember pedig inkább izzadságszagot árasztott, mint orgonaillatot. Ebben reménykedtem, mondta Váris. Nem tenne jót, ha bizonyos emberek megtudnák, hogy négy szem közt beszélünk. A királyné figyeltett téged. Ez a bor elsőrangú. Köszönöm. Hogy jutottál túl a többi őrömön? kérdezte Ned. Porter és Kane a torony előtt. Állint pedig a lépcsőn örködött. Vannak helyek a vörös toronyban, amelyeket csak a kísértetek és a pókok ismernek. Váriz bocsánat kérően mosolygott. Nem tartalak fel sokáig, uram. Vannak dolgok, amikről tudnod kell. Te vagy a király segítője, a király pedig egy bolond. Az eunuch negédes hanghordozása eltűnt. Hangja most vékony volt, és éles, mint egy kés. A barátod, tudom, de attól még egy bolond, és halára van ítélve, ha nem segítesz rajta. Ma nagyon közel állt hozzá. A kézitusa során akarták megölni. Ne egy pillanatig szóhoz sem jutott a megdöbbenéstől. Kik? Varys belekortyolt a borába. Ha ezt tényleg nekem kell megmondanom neked, még Robertnél is nagyobb bolond vagy, én pedig a rossz oldalon állok a leniszterek, mondta Ned. A királyné? Nem, ezt nem hiszem el, még szerszájról sem. Kérlelte, hogy ne harcoljon. Megtiltotta neki, hogy harcoljon. A fivére a lovagjai és a féludvar színe előtt. Mondd meg őszintén, ismersz biztosabb módot, hogy küzdelemre késztesd Robert királyt? Ned érezte, hogy felkavarodik a gyomra az eunóknak igaza volt. Csak azt kell mondani Robert Baratheonnak, hogy nem képes megtenni, nem kellene megtennie, vagy nem szabad megtennie valamit, és a dolog már meg is történt. Még ha részt is vesz a harcban, ki merte volna megütni a királyt? Varys vállat vont. Negyven lovas vett részt a kézitusában. A lenisztereknek nagyon sok barátjuk van, abban a felfordulásban, amikor lovak nyerítenek, csontok törnek, és Míri Torosz azzal a képtelen lánkardjával hadonászik, nevezhetné gyilkosságnak, ha egy eltévedt csapás végező felségével. A kancsóhoz ment, és újra töltötte a kupáját. Miután megtörtént az eset, a gyilkos magán kívül lenne a bánattól, szinte hallom, ahogy sír. Olyan szomorú az egész. Ám semmi kétség, a nemes és könyörületes özvegy megsajnálná, lábra állítaná a szerencsétlen ördögöt, és a megbocsájtás látcsókját lehelné a homlokára. A jó Csófri királynak nem lenne más választása, mint hogy megkegyelmezzen neki. Az eunuk végig simított az arcán. Persze, az is lehet, hogy szerszei hagyná, hogy szer Illin lecsapja a fejét, így a leniszterek számára kisebb a kockázat, bár kis barátjuknak ez igen kellemetlen meglepetést okozna. Ned érezte, hogy felfor benne a dű. Te tudtál erről az összeesküvésről, mégsem tettél semmit. Én besúgóknak parancsolok, nem harcosoknak. Előbb is megkereshettél volna. Ó, igen, ez így van. Te pedig egyenesen a királyhoz futottál volna, ugye? És ha Robert hallott volna erről a veszedelemről, mit tett volna? Nem is tudom. Ned elgondolkozott ezen. Nem törődött volna az egésszel, és csak azért is részt vett volna a küzdelemben, hogy megmutassa, nem fél tőlük. Varys széttárta a karját. Még egy vallomással tartozom, Lord Edard. Kíváncsi voltam. Mit fogsz tenni? Miért nem jöttem hozzád, kérdezed, és én csak azt felelhetem erre. Nem bíztam benned, uram. Te nem bíztál bennem. Nedet ez őszintén megdöbbentette. A vörös toronyban kétféle ember él, Lord Edard, magyarázta Varys. Olyan, aki hűséges a királysághoz, és olyan, aki csak saját magához hűséges. Egészen ma reggelig nem tudtam eldönteni, te melyik csoportba tartozol. Így hát vártam, és most már biztosan tudom. Kövérkés arcán apró mosoly jelent meg, és saját arca egy pillanatra egy év állt nyilvános maszkjával. Kezdem érteni, miért fél tőled annyira a királyné. Igen, kezdem érteni. Te vagy az, akitől félnie kellene, mondta Ned. Nem, én az vagyok, aki vagyok. A király használ engem. De szégyelli. A Mirabertünk hatalmas harcos, és egy ilyen férfi megveti a besúgókat, a kímeket és az eunuchokat. Ha egy szép napon Serszei assúgja majd a fülébe, öld meg azt az embert. Ilin Payne egy szempillantás alatt megszabadít a fejemtől, és ki fogja gyászolni szegény Váriszt? Sem éjszakon, sem délen nem költenek dalokat pókokról. a puha kezét, és megérintette nedet. De téged, Lord Stark, azt hiszem, nem, tudom, nem öletne meg még a királyné a kedvéért sem, és lehet, hogy ebben van a megváltásunk. Ez már túl sok volt, egy pillanatig Edard Stark semmit sem szeretett volna jobban, mint visszatérni Deresbe, éjszak tiszta egyszerűségébe, ahol a tél és a falon túli vadak az ellenség. Biztosan van Robertnek más hűséges barátja is, tiltakozott. A fivérei, a felesége, fejezte be Váriz gúnyos mosolyjal. A fivérei gyűlölik a lenisztereket, ez igaz, de a királyné gyűlölete és a király szeretete ugyebár nem egy és ugyanaz a dolog. Szerbáriszten a becsületét szereti, Piszál nagymester a tisztségét, Kisúj pedig, kisújt. A királyi testőrség papírpajzs, vágta rá az eunuch. Legalább próbálj meg nem ennyire meglepetnek látszani, Lord Stark, Lady Lannister maga is a fehér kardok felesküdött testvére, és mindketten tudjuk, mit ér az esküje. Azok az idők, amikor olyan férfiak viselték a fehér palástot, mint rájem Redwine és Émon Herceg a sárkánylovag elmúltak, már csak a dalokban élnek. A mai hétből egyedül szer Barisztán van igazi acélból, ő pedig öreg. Szer Borosz, és Szer Merin szőröstül-bőröstül a királyné házi állatai, és a többiekkel kapcsolatban is vannak a gályaim. Nem, uram, ha a kardok komolyan előkerülnek, te leszel Robert barátáon egyetlen igazi barátja. El kell mondani Robertnek, mondta ha mindaz, amit mondasz igaz, vagy akár csak egy része is igaz, a királynak hallania kell róla. Ugyan, milyen bizonyítékot tárhatnánk elé? Az én szavamat az övék ellen? A kis madaraimat a királyné ellen, a királyülő ellen, a fivérei és a tanácsa ellen, kelet és nyugat kormányzói ellen, Kaszterhegy hatalma ellen. Kérlek, küldjünk inkább rögtön Ilinért, így megtakarítunk némi időt. Tudom, hová vezet ez az út. Ha viszont mégis igaz, amit állítasz, csak kivárnak és újabb kísérletet tesznek. Ez bizonyosan így lesz, sóhajtott Veris. Sőt, attól tartok inkább előbb, mint utóbb. Nagyon nyugtalanítod őket, Lord Edard. A kis madaraim azonban figyelni fognak, és mi ketten talán megelőzhetjük őket. Felállt, és megint a fejébe húzta a csukját. Az arca újra eltűnt. Köszönöm a bort. Beszélünk még, ha legközelebb találkozunk a tanácsban. Bány velem a szokott megvetéssel. Nem hiszem, hogy nehezedre esik majd. Már az ajtónál járt, amikor Ned utána kiáltott. Varis! Az eunuch megfordult. Hogyan halt meg John Arín? Hm, már vártam, mikor hozod fel ezt. Mondd el. Liszkönnyeinek hívják. Ritka és drága szer, tiszta és édes, mint a víz, és nem hagy nyomot. Kérleltem Lord Árint, hogy alkalmazzon előkóstolót. Itt ebben a szobában könyörögtem neki, de hallani sem akart róla. Csak a legalávalóbb gondolhat ilyen dologra, mondta nekem. Ned mindent tudni akart. Ki adta neki a mérget. Minden bizonyjal egy drága, kedves barát, akivel sokszor osztoztak az ételen és italon. Ó, de melyik? Sok ilyen volt. Lord Arén kedves, bizalmas ember volt. Az Eunu felsóhajtott. Volt egy fiú. Mindent John Arinnak köszönhetett, amikor azonban az özvegy elmenekült a sasfészekbe a háza népével. Ő a királyvárban maradt, és egyre gyarapodott. Mindig örömmel tölti el a szívemet, ha látom, hogy a fiatalok felemelkednek. A hangja megint olyan volt, mint a korbács, minden szava fájdalmas csapás. Biztosan pompásan szerepelt volna a tornán, fényes, új páncéljában, félholdakkal a palástján. Kár, hogy túl korán halt meg, mielőtt beszélhettél volna vele. Ned maga is úgy érezte mintha megmérgezték volna. A fegyverhordozó nyögte ki végül. Sir Hugh. Kerék a kerékben, és megint újabb kerekek. Ned feje hasogatott. Miért? Miért most? John Arin tizennégy éve volt segítő. Mit tett, hogy meg kellett szabadulniuk tőle? Kérdéseket tett fel. Közölte Variz és kicsusszant az ajtón.